Kellemes péntek estét mindenkinek, szevasztok, én Gábor vagyok, és a Tech Barátot nézitek, üdvözlöm Knobbert, aki nem erre a játékra szavazott, ami most következni fog, de hát pont leszarom, nem érdekel, ugye demokrácia van természetesen, mint ahogyan a Tech Barátnál is, a szavazás is ilyen, látod, így van, itt vagy, nézed az adásokat, összegyűlik a csatornapont, és elköltöd egy hatalmas nagy fingásra, gratulálok. Szóval, egy szavazattal nyert amúgy a Tomb Raider sorozat, és hát meg kellett egy kicsit segíteni, mert ugye 9-9 szavazat érkezett mindkét játékra, hát egyet hozzá kellett tenni. Úgyis én döntöm el igazából, tehát hogy az volt amúgy is a terv, hogy ha döntetlen lesz, akkor nyilván ki fogja eldönteni, az, aki játszik a játékokkal, úgyhogy én. Úgyhogy hát azt az egy darab hiányzó szavazatot, azt valaki benyomta így a vége fele, nem sokkal a határidő vége előtt, úgyhogy 10-9 arányban a Tomb Raider sorozat nyert, ami mit jelent? Ami azt jelenti, hogy hát szerintem jóval tovább fogunk ezzel játszani, mint akár a GTA-val, már csak azért is, mert a GTA-ból annyira ez nem készült, mint a Tomb Raider-ből, úgyhogy hű, hát ha a GTA volt egy másfél-két év, akkor lehet, hogy még nagyon alá is becsültem itt ezt a két évig ez lesz, mert lehet, hogy nem két évig lesz Tomb Raider, hanem tovább. No, Knoper Fingód, igen, Fingréde. Mikor lesz a kenguru? A kenguru az tegnap előtt volt. De csak úgy szól, nem muszáj nézni, meg követni a csatornát, az igen, az tegnap előtt volt, de jó reggelt. No, Ike. csak nem értettem mindegyikkel. Mi? De, ja, hát jó, az egyet meg a kettőt hagytam ki, de szerintem az nem lett volna annyira hosszú azért. Ugye ezt nem lehetett a háromtól kezdve mindegyikkel játszottam már, de mindegy, akkor se készült annyi rész, mint a Tomb Raiderből. Azt most így lemerem fogadni, mert biztos annyi GTA nem készült. Én legalábbis úgy tudom. No, mindegy. Úgyhogy hát most erre fogtok számítani, illetve ezt fogjátok kapni. Ez persze nyilván a péntekekre vonatkozik. Hétfőnként ugye Settlers, tehát igazából a következő két éven keresztül hétfőn meg pénteken Settlers, illetve Tomb Raider lesz, tehát aki ezeket nem szereti, akkor két évig nyugodtan, nem tudom, kapcsolja ki a számítógépet, vagy ne kövessen azért ki, de na, tehát hogy ez lett megszavazva. Szerdánként lesz majd más jellegű játék. Meg hát ne feledkezzünk meg arról, hogy az eSport 1 TV-n is azért látható leszek majd valamikor augusztus végétől indul az első Pro League Season 18, abban remélhetőleg azért kapok majd ugyanúgy meccseket kommentálásra, illetve lesz majd évvégén október közepétől Sydney, ISL, nem ISL, hanem IM. Na az érdekes lesz mondjuk, mert Sydney időben kezdődnek ugye a mérkőzések, és hajnal kettőkor lesz a legelső meccs, és utána ilyen hát 7-kor vagy valami 9-kor kezdődik az utolsó. Úgyhogy köszönöm szépen a követést Siminek, szevasz Simi! Úgyhogy izgalmas lesz azért, hogy ezt hogyan fogjuk megoldani, eSport egy szinten is, meg hogy én magam, mert azért nyilván tök jó lenne egy-két meccset onnan is közvetíteni, de tehát az éjszaka, az így, úgyhogy ha valaki nem tud aludni éjszaka, akkor számítson arra, hogy október közepétől majd Sydney Chego event, az még úgyis odébb van, úgyhogy majd addig beszélünk erről. Igen, és hát most beszéltem, pont most volt Honvéd edzés, azért is késtem egy kicsit, mert kicsit elnyúlt így a demo elemzés. Zsombiékkal, illetve Zsombival beszéltem még így a mai edzés előtt, és kérdeztem, mert ugye fecáztunk, és a fece meg feldobta, hogy ó, lehet az eső a seasonre, a 46. seasonre regisztrálni, illetve lehetett regisztrálni, és kérdeztem, hogy ti amúgy nem indultok. Ja, de hát ők regisztráltak, és amikor 15-én vagy 17-én, most augusztusban lesz is meccsük, tehát nagyon hirtelen be fog esni, úgyhogy nem csak Settlers-et meg Tomb Raider-t, illetve a szerdai játékot fogjátok majd nézni a következő hónapokban, fél évben, évben, hanem természetesen lesz mellette majd. Nyilván lesznek plusz streamek, amikor nézői játék a szokásos, de lesz azért mellette Csé is, nem csak az eSport egyen, hanem itt nálam is, ugyanis az Illés Akadémia Spirit, ahogy a tavalyi szezon meccseit láthattátok, kivétel nélkül egytől egyig, egy volt, amit felvételről, de azt is aznap letoltam. Reményeim szerint az idei szezonban is az összes mérkőzésüket tudom majd közvetíteni, úgyhogy én már nagyon várom, és hát remélem, hogy idén azért össze fog nekik jönni az intermediate-ből a main-be való fellépés, aztán main-nek hívják ugye a következő szintet. Úgyhogy hamarosan ezért is szurkolhatunk, ott ugye egyedül leszek, az is egy más jellegű, azt is kell gyakorolni a szólókasztot, de hát nyilván majd az eSport egyen párosban. No, 15 GTA van összesen? 15 GTA, de az hogy mi az ilyen DLC-kkel, meg nem tudom, milyen szarokkal együtt, nem?
Milyen 15 GTA? Hát van 1, 2, a 3, aztán van a Vice City, San Andreas, aztán a 4, meg az 5. Az csak 7. De most akkor már megnézem, és akkor utána kezdjük el. Bum, 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 bum. GTA Series. Series Wikipedia. Hát ezt ott a videójáték soha. Vitte jó. Ott van. Ja, jó, jó. Oké, okay. GTA, akkor van a GTA London 1961, meg 1969. Oké. Okay. Aztán 2-3, ugye 3 belül van a Vice City San Andreas, itt azon kívül. Ja, és akkor 4-nek van a The Lost and Damned, The Ballad of Gaetani, Episodes from Liberty City, meg ugye az 5-nek van az online. Jó, oké, okay. Az online, ezt ne vegyük oda. Hát jó, akkor van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Mert az online-t ezt ne számítsuk ide. Megnézzük akkor Tomb Raider sorozat. Wiki. Tomb Raider Wikipedia. Na, hol vannak a játékok? Hű, ne. Tomb Raider sorozat. Ah, na, ott van. Tehát Tomb Raider, Tomb Raider 2, 3, Last Revelation, Chronicles, Angel of Darkness, Legend, Anniversary, Underworld, és aztán van még 1, 2, 3, az is 12. Jó, de igen, de tegyük azt mellé, hogy, tehát nyert a Tomb Raider, azért, mert, várjál, figyelj, Arni, nyert a Tomb Raider, mert hogy egyet, nem, sőt, hoho, ez itt van. Igen, letölthető részek, azt amúgy nem tudom, hogy ez mihez való pontosan, a Lara Croft and the Guardian of Light, meg a Temple of, and the Temple of Osiris, sőt, van még itt egy olyan is, hogy Lara Croft Go, ami amúgy egy nagyon jó kis dolog, ilyen madártávlat volt, tehát ilyen, hát nem third person, hanem tehát ilyen, hogy megyek ezt, ilyen, mint a Diablo, meg a mit tudom én mi az. Játékidőben nincs annyi, mint egy GTA játék. Na de, igen, most egy olyan emberről beszélsz, aki nem én vagyok. Én úgy fogom el... Na, és akkor térjünk át a Lara Croft, a Tomb Raiderre. Köszönöm, jó. Ja igen, Knobber amúgy küldött nekem Messengeren egy screenshotot a szavazás eredményéről, és egy ilyen kipénytel, ilyen fehér háttérrel oda volt írva a Tomb Raider fölé, vagy helyére, hogy Unreal, és az Unreal nyelt valójában. Hatalmas hamisítvány volt, köszönjük Knobbernek. Szóval a lényeg az, hogy Tomb Raiderre visszatérve, és utána indul akkor a játék, és a számoljuk a két évet, pörög a két év. Szóval, hogy a lényeg az, hogy ugye? Hát nem a techbarát időszámításban, na mindegy, hogy ugye a legelső Tomb Raider ugye 98-as talán, ha jól emlékszem. Nincs megjelenés, de 96-os, bocsánat, 15 pálya van. 18-19-1, na a Last Revelation-ben 38 pálya van. Chronicles-ben 13, Tomb Raider Angel of Darkness-ben van 33 megint, a Legend-ben csak 8, aztán az Anniversary-ben 14, Underworld-ben 8, és utána már többit ismerjük, ugye a Tomb Raider, Rise of Tomb Raider, meg azok így pörögnek. Hát a leghosszabb azért lehet, hogy valóban az izé lesz. A Last Revelation, meg a... Mondjuk azok lehet, hogy ilyen kisebb, rövidebb pályák, azt nem tudom. Meg az Angel of Darkness. Szóval, tehát amikor ugye ez kijött 98, hát, 6, bocsánat, én akkor 13 éves voltam, nem tudom, nekem akkor, mondjuk most is biztos, hogy lesz olyan, és nyugodtan lehet készíteni az újatokat majd a klippelés gombom, mert biztos, hogy lesz olyan, amikor megijedek majd. De ugye tudni kell a Tomb Raider játékokról, főleg az első pár részéről, ugye ez jellemző volt az akkoriban készült játékokra, hogy ugye valamilyen trigger hatására, tehát amikor egy bizonyos ponton áthalad a játékos, akkor hirtelen jön egy hangeffekt, ugranak rád 8-an, vagy emberek, vagy dinoszauruszok, mitől lesznek majd itt mindenféle állatok, farkasok, medvék, ilyenek, denevérek. És most a pixeles feneket nézzük, vagy hogy lesz. Igen, meg játszunk majd az Anniversary-vel is, ugye, ami igazából az első rész dolgoz a földén, az első részt csak akarom kihagyni, mert azért más. Azt hiszem az Anniversary-be be is került valami plusz, vagy ki, de hogy nem ugyanaz azért a kettő. Alapvetően igen, meg megegyezik, de tök jó lesz majd látni azért nyilván a kettő közti különbséget. Szóval, hogy vannak ezek a triggerek, és hát nyilván abban a korban, amikor bátyám játszott az egy első
talán még az első három résszel, utána azért ő is úgy már volt egyetem, meg minden más dolga, tehát ő nem foglalkozott nagyon vele. Én meg így néztem, ahogy ő játszik, tehát az így oké volt. Úgy még azt mondom, hogy rendben, mert szurkoltam neki, meg ott voltam, de ugye nekem kellett, de úgy is megijedtem amúgy, mert tök félelmetes volt, hogy így egyszerre, ugye nem csak az van, hogy a farkasok hirtelen így a fal mellől, tehát hogy amit, még látod is adott esetben, hogy hogy ott van, be tudsz úgy kukkantani, hogy látod, hogy ott készül a támadása, de hogy addig, amíg nem hagyod el az ajtónak azt a pontját, addig nem fog rád ugrani, és akkor olyan hangeffektel ez, ilyen izével, és így anyát csáját, és akkor így, szóval van azért benne izgalom. Ja, hát és tegyük azt hozzá, hogy talán a negyedik vagy ötödik részig nem lesz egér használat. Tehát én arra nem is emlékeztem így először, úgyhogy full billentyűzettel kell egy alapvetően egy third person shooter játékot játszani majd. Ami hát majd érdekes lesz, de meglátjuk. Na, de indítom is, mert látom már itt közben kilétek, megunták Twitch-en, egy ember el is távozott, úgyhogy hát mivel ugye, ja és DOSBoxos, tehát izéről, emulátorral fut, de abszolút, ez legalább letöltődött, van hozzá magyarítás, bár igazából a felirat ugye nem volt még annak idején, tehát nem tudom, mit magyarított a magyarítás, a menü, hát a menü kb. Vagy talán ugye a különböző elemek, de ezt még lehet, hogy nem kellett volna azok. Na mindegy. Jó, úgyhogy indítsuk is el, nézzük is. Arni, kérlek szépen, akkor most, hogy itt vagy, most akkor szeretném, hogyha nagyon, micsoda reakcióidő, egy hatalmas egy tapsot Arninak. Bye. No. Akkor induljon a két év. Hát, ezt nem tudom, hogy nem tudom. Majd mindjárt kiderül. Jó, igen, mindjárt lesz hangnyugi, ezt megcsinálom. De Evegenek nem így kéne kinéznie. Mondjuk ez így már jó. Hát akkor lehet, hogy a videók azok ilyen minőségűek? Hát mindegy, ez most le van szar, hogyha a videó ilyen szar. Nem rossz. Jó. Ez a felpontás túl jó. Nyugi. Most már van hang? De hogy nem megvan a retro feelinget, nincsen izé. nem tudok belemenni a controlsba. Haló? Megy az enterbe, az mi van? Nem jó! Haló! Mire kinyitom a játékot? Mi a fasz? Págos! Jaj! Mi a fasz csinált? Jézusom, mi a szar csináltam? Ja, a nagyítóba az meg bekapcsoltam, de hülye vagyok. Jó, már megijedtem. Nyugi.
Nem megy az Enter. Jó. Megnyitottam a beérkezett. Egy csomó mindent megnyitottam, nyugi. Nem megy az Enter. Jó, akkor viszont újraindítjuk. De jó lesz. Jó lesz. Na, most működik. Mukkodik. Na, hát akkor el is kezdjük, igazából így fél óra elteltével végre bele tudunk vágni. Na jó, a tutorialba gyorsan azt nem gyakorlunk. Menjünk, kezdjük el a játékot. A new game. És nyomok én neked fingást. Aquí. Oh, ez az ott van! Ja. Gyerünk, Lara nem fázik a téli a perui idegben, mert hol elég. Hát a csávó nem élte túl, de legalább Larát levetkőztettük, és láthatjuk a hatalmas nagy, szürreálisan hatalmas nagy mellé. Mondjuk nem, hát végülis abban az időben talán még nem volt ez egy divat annyira az implantátum, hát most már ugye a fiúk is lehetnek lányok, meg fordít, na igen. Nagyon nagy, itt meglátjuk a helyzetet, hát egér ugye nincs. Az Enter ugye nem működik. Ezzel veszem elő a fegyvert. De igazából rohanunk fegyverrel, nem? Tehát hogy az a lényeg. És ezzel fordul meg, értem. Nagyon nagy. Hát futás. Ez mindig eltalált. Nem, most nem találtak el a nyilak se. Nagyon nagy! Azt mondtam, hogy itt ilyen izék jönnek el össze, de ne vérek. De ne véreset! De ne véreset! Ja, itt nincs semmi. Aha. Jó, nyugi. Nem reagál a shiftre, bazd meg. Hát, vagy csak én nagyon nehezen. Nyugi! Mondom... faszom. De mit kell? Nyugi! Ja, a kontrollt kell nyomni, értem. Gyakorolnom kell. Az a baj, hogy az Enterre nem tudok bindelni semmit. Ott jönnek. Ennyi. Dögölj meg. Köcsög. Ha, ami farkas. Död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 
Semmi rejtett, izé. Igen, azt hiszem, itt még medipakokat nagyon nem is szedünk föl. Ó, hát olyan boldogok voltunk, bazd meg, ha egy pillanatra láthattuk a gyönyörű, szép, szögletes keblei... Na. Itt nem kellett még lootolni sem. Nem volt semmi. Jönnek farkasok? Azt hiszem, jönnek. Jól van szarva. Aha. Hát, ja, és akkor így lehetett külön nézelődni, bazd meg. Nagyon komoly. Ja, hogy akkor oda le, aha. Jaj, ne! Csit, nincs semmi, amit... Nem igazán reagál ez az ugrásra, de szerintem nem csak ez a verzió, hanem úgy alapvetően egyik se. Igen. Ja, aha. Ott vannak a di... Na, mindegy. Jó. Más nincs, ugye? Nem van szarva, nincs medipak sem. Nem érdekel ez minket, nem kell. Mondjuk azért kéne körbejárni mindent, mert azért itt ugye... Nem tudom, mikor jön a farkas, de már félek, az a baj, hogy már most fosok. Ja, itt lesznek, azt hiszem. Ja, de itt, aha. De lőd már. Ott egy farkast, az elkezdett rohangálni, nyugi. Megvárjuk, hogy ide fusson a... Nem futanám. Lesz. Jó, az halt. Az is halt. Ez a kettő volt? Hát, mit tudom én. Tehát azért ezt egér nélkül, az meg, ez akkor nagyon komoly. Tehát abban az időben nem volt más. Mondjuk legalább ezzel gyorsan meg lehetett így fordulni. Lemenjünk. Hupp, ott van valami. Mi a fasz az ott? Ja, csak egy múmia. Múmi. Igen. Itt lent nem volt, hogy volt valami? Mindjárt megnézzük. Talán medipak, vagy mi, mint hogyha újra menne, hogy itt már lett volna. Vagy itt kell valami kulcsot felszedni, vagy itt semmit nem is. Hát eddig unalmas, tudom. Majd lesznek itt izgalmak, nyugi van. Amikor összefosom magam majd. Nincs. Bazd meg. Azt hiszem, itt föl tudok kapaszkodni. Így, így. Pisztolyt kivesszük, én nem bízom a vélet... Ja, de várjál, de hülye vagyok, hát erre kell futnom.
Itt egy maci lesz, azt tudom. Ez még megmaradt az emlékeimben. Kapta. Ki nyifant? Nem tudom. Hopp, ott, na ez az, ott a medipak. Hát nem kell sajnálni a gútyákat, meg a medvét, mert... És akkor hova jut? Ja, igen, ide vissza. A gis gútyákhoz. Igen. Én nem tudtam magát felhozni, de most rájöttem, hogy a nyilakkal könnyebb. Jó, ezt nem látta senki. Még szoktam kezdeni az irányt, és tényleg rohadt fura, hogy az egér az ott van, és csak így nézem, azt semmit, nem kell vele csinálni semmit. Na. Na, azt hiszem, hogy itt jönnek fárkások. Merjel. Körbenézzünk, hát ha itt van valami. Hopp, ho-ho-ho-ho! Ugye milyen jó, hogy körbenézetek, barát? Ott van a mi medipakkunk. Menj már oda. Ja, várj, hát is tudunk menteni, de hülye vagyok. Itt külön kell menteni. Gyertek, farkasok, bázzeg! Ennyi. Jó, most már nem kell izgalmas zene, bazd meg, már meghaltak, nem? Meghaltak már, nem? Van még? Én az, hogy nem lehet sehogy se célozni, hát ő becélozza nekem automatikusan, de... Jó. Most
ezt nem fogja... Na, Knobber, kösz, mit tukmáltál rám, bazd meg? Vele ott lesz még valahol fönt? Fönt ragadta izé? A fárkás? A gútja? Ja, nem jó, vége van. Jó, tehát akkor lejátszom mindenképpen a zenét, aztán... Na, jó, meghaltak ezek a gútják is, hát bocsánat, de... Hát buszáját, hát rám támadtak, önvédelem volt. Aha, ott van izé. Ott van. Ezt eléri. Nyugi, mondom, nem... Ja, nem éri, aha, onnan át kell ugrani. De nem tudom. Szevasz, Game Dioxid. Mi? Game Dioxid, igen, jól olvastam. Hatalmas nagy secret. Plüm. Ott a nagy medipak. De ne azt vedd elő, hanem a... Az meg. Igen, az érzei nehéz lesz. Tehát, hogy azt hiszem a harmadik, vagy negyedik, nem, negyedik, ötödik részig valahogy így nem volt... Nem lesz egér, úgyhogy nem lesz egeres irányítás, az így fasza. Na mindegy, hát el van. Ott is egy medipak. Tomb of Koala Pack. Igen, és amikor ilyen gyökkettővel neki megy a falnak, akkor is csinál ilyen... Pélyesen nyomtam, de ott is nyilakkal kellett már. Igen, akkor lehet az ötödik részig, és ott talán akkor a hatodiktól. Szóval nagyon sokáig ez lesz. Fű. Ja, és itt meg sietni kell. Ó, bazd meg. Ez jó lesz. De most, hogyha ide ugrunk majd... Az pont mellé ugrik. Szerintem ez ilyen időzítős kurva anyja. Nem. Ja, kontroll. És pont mellé esik. Baszd meg! Á, kurva anyád! Így már nem lesz jó. De. Ja, én azt hittem, hogy ez nem időzített. Ja, de. Jó. Más, igen, igen. Azt, igen, az rémlik, hogy majd lesznek olyanok, ahol így, és akkor ezzel az irányítással próbálj meg ilyen másodpercre kiszámolva. Lesz majd itt rage, nyugi. Nem, mivel lehet lenézni. Nyugi. Mi lövő? Ja, ezért lövöd. Ezért halljuk a nyilakat. Megyünk előre.
Mi a fasz? Nyugi. Nem kezdene, nem kezdene, nem izgulunk, nem izgul. És ott egy, aha, ott egy kar. Ezt akkor meghúzzuk. És azt hiszem, itt most lent ugye lesznek, ha jól emlékszem. Ja, tényleg mentsünk néha, mert ugye itt nincsen autószév. Ja persze, azok lesznek, így van, így van, így van. Hát ugye a legközelebbi az valószínű, hogy a szerdai játék, tehát a... mi nyert a... Cow the Kangaroo utáni játék lesz majd, ugye, mert... hát ugye most úgy néz ki, hogy hétfőnként... ajaj. Hétfőnként ugye... hát nem lesz semmi. Ugye... jaj. De most... de most... mi? Oda is el kéne menni? Nem kell oda elmenni. Hű, volt három szikret, és ó, bassza meg, nem találtam meg mindegyik szikretet. Na, hát akkor egy pálya, tizen, mennyi, 8 volt? 15. Ez ugye pályának számít, ugye? Ha jól, jól. Hát két évig nem lesz szavazás a hétfő meg a pénteki játékokra tutira, mert ugye Settlers meg a Tomb Raider az egy eléggé hosszú sorozat. A szerdai napokon lesz majd változatos, de arra odafigyelek valóban, hogy itt jönnek azt hiszem majd a gútyák egyből. De lőj már! Sebeznek akkor el, de bazd meg nem tudom irányít. Hogy kéne? Nem lesz 5 évig. Nem lesz 5 évig. Nem csak ezt kéne valahogy kitapasztalnom, hogy... lehet, hogy mégis a W-HD-vel kéne irányítani. Jó, menjünk akkor inkább azzal. Hagyjuk már, hát na, ezek nem okoznak benne. Így van. Jó, nincs semmi. Nyugi, nem lövöldözünk fölöslegesen. Ilyen ajtók, na mindig nézzünk körbe. Ja, oda kell egy kulcs. Aha. Pazd meg ezeket annyira sz... hát de, bújjál be oda, bazd meg! Hát, na jó. Mondjuk, ha innen jövök, akkor lehet, hogy jobb, de mindegy. Mi van? Itt visszajutok ugyanoda. Nem ér... jó, nyugi.
Nem tudom, az, hogy nem tudok lövöldözés közben, nem tudok egyszerűen izé. Fura. Everything's secret. És ha most jól számolom, akkor most kerültük meg az egészet, tehát most odajuk adok. Aha, igen, ott vannak a fárkások. Jó. Igen. A kurva életbe! Nem tudok irányítani. Szerintem ő se érti, hogy mi a fasz csinálok. Hű, bazd meg! Jó. Nem, ilyenkor ez íze, nem, ez a Steam-es verzió. Nem csak most Knobbennek köszönhetően lefutattam valami izét, és a Steam-es verziónak a GOG-fájlet kicsomagoltam, és azt tudom így most ilyen full HD-ba futtatni. De, bár meg ez nagyon, nagyon tré. Gyakorolnom kéne, hogy hogyan tudok ilyen movementeket közben. Picsába. Tök szar, hogy nem tudok úgy lőni, hogy... Hogy itt volt, értem. Jó, más nincs. Ugye ott volt a izé. Ah, ott van egy kar. Van. Hopp, ott volt még valami. Ez jó kamera nézet. Hol van? Kulcs. De hol, bazd meg, hol röpköd? Mindegy, fölmegyünk majd. Ezt fölvesszük. Nem tudom, anno ezt mivel irányítottuk? Azt hiszem a space-szel vettük elő ízét, de az ugrás az nem a... De lehet, hogy akkoriban még nem volt divat ugye a space-re ne oldalaz, az ugrást kötni, mert ugye a későbbi játékokban jött az, hogy alapértelmezetten a space az mindig az ugrás. És én itt emlékszem rá, hogy a space az tényleg itt a fegyver elővétele volt. Jó. Jó. Ja, ez back... Aha, jó. Toljuk oda be. Még ha már itt van, akkor tolunk rajta egyet. Nem.
Igen. Beneszal, na, nyugi. Akkor a kulcs, igen, jó, és akkor akármerről nézed, ugye mindig ugyanazt látod, ezeket imádtam elég, de jó, de hát akkoriban hallod, ez egy iszonyat nagy... Ja, simán elfutom úgy Win 10 alatt, illetve ez Win 11 ráadásul, tehát, hogy... Benno, Red Alert 1-2, Yuri's Revenge, Renegade... Red Alert 1-2-ben játszottam streamen, hárommal is talán? Tehát játszottam a Red Alert sorozattal, de azt, lehet, hogy még a három is benne volt. Lehet, hogy Arniék ezt meg tudják mondani, én már nem nagyon emlékszem. PCX, azaz PCX magazinban. Fú, nagyon kemény. De a kurva né... Igen, Ne told, hanem úgy. Igen. Jó kislány. Úgy. Igen, és akkor space. Így. Na. Ezt most tolhatjuk ilyen, mennyi volt, legalább ilyen 5 egység hosszú volt a folyosó. Izgalmas lesz. Addig hozzatok valami frissítőt. Jó, és tegyük azt hozzá, hogy addig ilyen játék igazából nem volt. Tehát nem csak, hogy ilyen grafikával, mert ez abban az időben ez tök jó grafikának számított. Ugye eleve az, hogy főhős nő van. Tóljad már, bazd meg. Hogy ilyen sztoria van, tehát azért az... Igen. Nyugi, ott még nem tudsz felugrani, ne. Na, és akkor most ugrik. Úgy. És akkor vissza kell majd tolnom, nem? Vissza kell sétálni, pontosan be kell célozni. Kérdezve egy kedvenc játék, hogy ingyenes Steamen horror be is szarad. Ja, ó, ne, hát régeket imádom én is, de én régen sem bírtam a horror. Nekem amúgy, amikor még gyerek voltam, ugye az első résznek a, amikor megjelenésénél, én azért ettől is hostam. Most is vannak egy-két ilyen, tehát kapkodok itt jobbra-balra, mondjuk jön a maci meg ilyenek, de mondjuk így, tehát befosni, mert nem fosok be. Rosszat nyomtam. A space-el akartam elővenni a kurva élet. Várjál. Akkor most én nem kell medipakkot. Szerintem egy felesedég lesz. Nyugi. Ja, és ott a maci. Jó. Oké, és ugye felvettük a kulcsot. De a kulcs az, azt hiszem ott volt a, az ott a kulcs, igen. És elveszi ezt a baszott nagy kulcsot. Jaj! Az ott alszik. Nagyon nagy. Hát ott fekszenek a farkasok. Na, ez így tetszik, ez jó bágos. Nagyon nagy. De mibe sérültem? Ja, nem a izébe, a nyilak. Uh-huh.
Ja, ezeket, ja igen, csak ezeket ki kell megnyitni valahogy. Ups! Aha. De itt úszni kell majd, mindjárt megnézzük, hogy... Na, itt látunk lent. Szerintem semmi. Nem azt hiszem, itt nem úszni kell, itt fel kell ugrálni, csak ugye itt az a nehezítés, hogy... Várj el, most... Aha, igen. Szere, de ez a zene, a szere, igen, az eredeti zene, igen. Próbálom értelmezni, hogy Danika mit mond, de néha nem tudom. Én most be kell itt pozícionálni magunkat, hátra. Ha, ez dur-dur. Bim-bam. Ebben unlimited fegyver, vagy töltény van, úgyhogy simán. Mondtam én, tudtam én, hogy majd valami. Lőttem előre, leadtam figyelmeztető lövéseket, nem vette komolyan a kis állatka. Mondom én. Jaj, várjál, szóljatok, hogy menteni kell. Bazd meg, ezt mindig elfelejtem. Arra gondolok viszont, hogyha be akarom tölteni... Aha, én nem tudom, hogy melyik, mindegy, akkor ezt meg kell jegyezni, melyik slotra mentettem. Gémokzsi is dud id i... Jézusom, bazzeg, Svájcba tolja, ne kezdjétek, bazzeg. Mentettem, köszönöm, Arni. Legalább te figyelsz, ezek itt Twitch-en, bazz meg itt szórakoznak. Igen? Aha! Aha. Oh, soti töltény, nagyon nagy. És azt hiszem úgy kellett leereszkedni, azt mindjárt kipróbáljuk. Elrakjuk a fegyót. Így. Fész csoport. Ismerjük, de basszik. Jézusom, van ilyen fész... bazd meg. Akkor csoporttag vagy. Na, Danika, akkor megtaláltatok egymást, kell regisztrálni, illetve csatlakozni ez a Facebook csoporthoz, ahol így tudnak írni ilyen zseniális. Fú, bazd meg. Igen, és azt hiszem, itt nem, de... ja, várjál, itt az épület te... Te én is lesz majd, nyugi. Csicsicse. Ott, igen, így, így. Szikretek, bizony. Na, itt jön valami. Hát itt csak nem támad, nem semmi. Én nem. Jó. Az is jó, hogy úszni kell időre valahova, és ilyen járatokban, és épp, hogy lesz annyi idő. Ó, bazd meg. Aha.
Na várjál, de most azt, aha, és hogyha ezt egyszer elbaszom, akkor vége? He! De nem lesz vége, hülye vagyok, nem, nincs vége. Szerintem oda el tudok kiugrani, nem? Amíg jó, hogy el tudok, hát nem kell itt baszakodni. Okay. Nyugi. Nincs ott semmi. Kinyílik a középső. Jó. Oda kéne leesni majd. Ajaj, fosok. Hí, kurva élet. Baszd meg. Na jó, mentsünk, igen. De ez hol lengere... Jaj, ott lengerezik, oké. Okay. Gőzi... Cségó meccsekre ki leszel képezve. Mint a Vincent Commandos... Gőzi game most ki... Jézusom. Nem? Jaj! Jaj! Elfogy a levegő! Picsába! Jelölt lesz? Maci! Új, kurva életben, az nem jó. Itt is lesz valami Maci? Nem akarok vele találkozni. Lehet, hogy le tudom lőni magasról. Igen, csak hol van?